Kaptam ezt a nagy lehetőséget, hogy ma este én hirdessem az igét, de mielőtt felolvasnám az igét, énekeljünk egy éneket. A 30-as számú ének lesz ez. Ez így kezdődik, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Mind a három versét énekeljük el. Miklós, segíts elkezdeni, neked jobban megy az ének. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van, tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyásúgan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, belisztos kézzel hozza fel, mi most még rejtve itt. Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad ő, meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik. Bölcs terveit megérleli, ügyet fakaszt az ág, bármit sem ígér, baja, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, annak válasz nem áll. De annyi ő előtt az Úr megfejti önmagát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a testvéri közösségért, és hálát adunk azért, hogy igéd mellett elcsendesedve figyelhetünk a te szavadra, és ahogy énekelhettük a mi énekünkben, azt a csodát élhetjük át mi is, hogy te működsz, csodálatosan működsz, és megmutatod a te hatalmadat, megmutatod a te szeretetedet, kegyelmedet azok számára, akik benned bíznak, akik téged akarnak követni, és akik újra és újra átadják az ő életüket. Köszönjük, hogy nem kell félnünk, abban a bizonyosságban lehetünk, hogy te minden nap velünk vagy a világ végezetéig, akkor is, hogyha fellegek vesznek körül bennünket, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy minden veszni látszik körülöttünk, de te kegyelmeddel újra és újra felemelsz bennünket. Kérünk téged, hogy így segíts rajtunk, erősíts meg bennünket. De könyörgünk, Urunk, a betegeinkért. Kérünk azokért, akik valamilyen lelki szenvedésen mennek át, de te tudod, te ismered azokat is, akiknek testi problémájuk van. Kérünk téged a Békásvegyeri gyülekezet tagjaiért különösképpen, de kérünk egész egyházunkért, gyülekezeteinkért, az ország minden részén is, azokért a testvérekért is, akik ott szenvednek, vagy ott vannak olyan kísértései, amelyekhez a te erődre különösképpen szükségük van, és köszönjük, hogy mi pedig várhatunk rád ezen az estén. Szólj hozzánk igéd által, te
Vezess, bátoríts, vigasztalj bennünket. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Amen. Énekeljünk egy éneket, vagy mehet a... Akkor felolvasom az igét. A Bírák könyvéből olvasok fel 2,5 verset. Bírák könyvének a 6. fejezetéből, a jól ismert történetből, Gedeon elhívásának történetéből, a 6. fejezetnek a 6., 7., illetve a 8. versének egy rövid kis részét olvasom. És így hangzik ez. Mikor azért igen megnyomorodott Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Mikor pedig a kiáltottak az Izrael fiai az Úrhoz Midian miatt, prófétát küldött az Úr Izrael fiaihoz. Eddig olvasom az igét. Az útmutató szerint is a hétvégén a hálaadásnak a vasárnapja volt, és ugye Nyíregyházán, ahol én szolgálok, ott is a hálaadásról volt szó, és nálunk ott Nyíregyházán nagy az a szokás, hogy a hálaadó Isten tiszteleten a 103. Zsoltárt szoktuk elolvasni, ugye jól ismert Zsoltárt, annak a első verse volt most előttem első gondolatra, amikor is ugye azt mondja a Zsoltár író, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. És ez a gondolat volt az, ami az alapot jelentette számomra, amikor a mai ígére gondoltam, mert úgy, ahogy a Bírák korában, úgy talán most is az egyik legnagyobb problémája a hívő embernek az, hogy olyan könnyedén elfeledkezünk az Isten jó téteményeiről. És elfeledkezünk a parancsolatairól, elfeledkezünk arról, hogy milyen csodákat élhettünk át, és élhetünk át az ő jelenlétében. És aztán ebből adódik az, hogy utána meg azon csodálkozunk mi magunk is, hogy valahogy nincsen győzelem az életünkben. Valahogy úgy érezzük, hogy sok területen küszködünk, sok területen harcolunk, különböző apró cseprő gondjainkkal, a hitélet területén szeretnénk újra és újra megtapasztalni azt, hogy Isten vezet bennünket, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy nincsen győzelem az életünkben. És a Gedeon története, a Bírák korának a története, a királyok korának a történetei engem mindig abban a dologban gondolkodtatnak el, és ugye itt a Gedeon történetével kapcsolatban különösképpen, hogy ugye itt a midianiták portyáznak újra és újra Izrael fiai között, és bennem mindig fölmerül a kérdés, amikor ezeket a könyveket olvasom, hogy miért vannak ott a midianiták? Mit keresnek Izrael földjén a midianiták? Hát Isten, amikor a népének megígérte, hogy neki adja a tejjel és mézzel folyó Kánaánt, akkor nem beszél arról, hogy aztán hosszú ideig tulajdonképpen az lesz a te sorsod, a népnek a sorsa, hogy ilyen különböző népekkel kell majd csatározni. És igen, az a kérdés foglalkoztatott engem is, nem csak a Bírák korának, vagy ennek a kornak a történetével kapcsolatban, hanem tulajdonképpen a saját életünkkel kapcsolatban is, hogy vajon mi volt az oka annak, hogy Izrael népe nem foglalt el azt a földet, amit Isten neki elkészített. Tehát bennem mindig az a gondolat fogalmazódik meg, hogy de hát Isten megígérte,
Isten népe elindult, voltak győzelmeik, de igazából nem élhette át Izrael népe, hogy békésen éljen azon a földön, ahol, amit Isten nekik megígért. Pedig emlékezzünk csak, hogy Isten azt ígérte a népnek, hogy egy olyan földet ad nekik, ami tényleg tejjel és mézzel folyó föld lesz, ahol átélhetik az isteni kegyelmet, ahol Isten velük lesz. És amikor jöttek a kémek és elmondták az Izrael népének, hogy tényleg az a vidék, ahogy Isten megígért, vagy az a föld, amit megígért Isten nekik, az valóban olyan föld, sőt, még szavakban nem is lehet kifejezni azt a csodát, ami ott tulajdonképpen megtalálható. És mégis azt látjuk, hogy Izrael népe nem igazán tudja ezt élvezni. Mert csak szomorúságot látunk, csak félelmet látunk, csak harcokat látunk, ahelyett, hogy szemezgetnének abból a szép szőlőből, amiről beszél az ige, és minden olyan jó dolog történne, amire tulajdonképpen vágyik Isten népe, főleg azután, hogy 40 éven keresztül kellett nekik a pusztában vándorolni, és hát ennyivel jobb lett volna, hogyha ezután a 40 évi pusztai vándorlás után már tényleg az a megnyugvás lett volna, hogy eljön a Kánaán is, és már csak öröm, békesség az Isten jelenlétében, az Isten vezetése alatt, és helyette pedig azt olvassuk, ugye itt ebben a fejezetben ennek az elején, hogy Gedeon bújva lopva csépeli a búzát a pajtában, ahelyett, hogy örvendezne. De nem ez történik. És persze ott a kérdés, hogy hol van a győzelem? Miért van az, hogy Isten népe nem tudta teljesen elfoglalni azt a földet, amit Isten neki megígért? Hogy miért nem teljesedett be az Isten ígérete az Izrael népe életében? Miért van az, hogy a nép még mindig tele van aggodalmaskodással, és hát ott vannak a kérdések, ugye, amit föltesz Gedeon is, hogy hol van az Isten ígéretének a beteljesedése? Miért nem élvezhetjük ezt a csodát, amit Isten megígért? Vagy, és ez talán a saját életünkben is igaz. Nagyon sok hívő ember, és valljuk be, sokszor mi magunk is küszködünk ezzel, hogy Istennek annyi ígérete van, mi pedig küszködünk a mindennapi apró kis bajainkkal, és föltesszük a kérdést, ugyanúgy, mint Gedeon, hogy hát hol vannak az Isten csoda dolgai. Mert amikor, és bevallom őszintén, én is mindig így vagyok, hogy olvasom a Szentírás történeteit, és olyan jó látni azokat a harcokat, csodákat, azokat a megtapasztalásokat, amiket Isten megmutat nekünk bizonyos embereknek az életében, és én pedig sokszor tapasztalom azt, és nem csak magam, mert sokan elmondják ezt, hogy hát mi pedig küszködünk, és valahogy nem érezzük ezt a csodát mindig az életünkben, vagy csak nagyon ritkán tapasztaljuk meg. És akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy hát igazából soha nem fogjuk ezt átélni. Ez nem lehet győzedelmeskedni, nem lehet megtapasztalni ezeket a dolgokat. Mert ugye azt mondhatjuk, hogy de hát emberek vagyunk. Emberek vagyunk, emberi gyengeségekkel, emberi erőtlenségekkel, sok-sok tehetetlenséggel, ami a mindennapokban ott van, és hát ne is vágyakozzunk arra, hogy olyan dolgokat éljünk át, amit a Szentírásban sokszor bizonyos embereknek az életében láthatunk, akár a hithősök életében, és ne is vágyakozzunk arra, hogy ez így lesz, mert mindig az emberi gyengeségünk győz. Mert ezt mindig átéri az ember. Vagy talán az a baj, mint Izrael fiainál is, vagy náluk is éppen az volt a baj, hogy belefáradtak a harcba, mert hogy elindultak, hogy azt a földet elfoglalják, de valahogy aztán a végén mégsem sikerült teljesen. Félúton elfáradunk. Nem tudjuk végigvinni ezt a harcot.
elfáradunk a mindennapi harcainkban, és a végén valahogy úgy érezzük, hogy nem tudjuk elfoglalni már azt, amit szeretnénk, és amit Isten megígért a számunkra. És akkor belekapaszkodunk, és én sokszor belekapaszkodok abba a gondolatba, amit Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, hogy hát elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak még a legjobbak is, és hát ha nekem nem sikerül, akkor valószínűleg azért van, mert hát én nem a jobbak közé tartozom, ha ők is megfáradnak, akkor miért kell nekem arra gondolni, hogy nekem majd fog menni? Nem, hát nem megy. Ezt az embernek el kell viselni, és ezt látni kell a saját életünkben. Képtelenség az, hogy az ember győzzön. Emlékszem, hogy valamikor fiatal koromban egy ifjúsági alkalmon vettünk itt részt, még Budapesten voltam, akkor indult a Dankó utcai munka, és sokan voltunk itt fiatalok, akik ebben a munkában részt vettünk, és hát egy ifjúsági órán azon vitatkoztunk, hogy van-e keresztény tökéletesség. Hogy lehetséges-e az, ugye, mert ugye én akkor a teológiát kezdtem el, és nagyon bele voltam zúgva Wesley Jánosnak az írásaiba, és ugye ő sokat beszélt a keresztény tökéletességről, és én emlékszem arra, hogy teljesen abban voltam, hogy igen, lehetséges a keresztény tökéletesség. És a többi fiatallal vehemensen azon vitatkoztam, hogy bárpedig lehetséges, ők mindig akartak engem erről lebeszélni, hogy hát teljesen tökéletesek nem lehetünk, de én igen, nem lehetett meggyőzni arról, mert én azt gondoltam, hogy én olvastam Wesleynek a könyveit, és abban azt olvastam, hogy igen, arra kell törekedni, és hogy lehetséges ez a keresztény tökéletesség. És hát ma talán lehet, hogy egy kicsit máshogy gondolom. És ma már nem tudom ilyen vehemensen azt képviselni, hogy de lehetek tökéletes. Főleg azért is, ugye Pál is azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes lennék. De én akkor annyira meg voltam győződve az én fiatalságomban, hogy igen, erre kell törekedni az embernek, és lehetséges. És az emberek nagy része pedig arra gondol, már be kell vallanom, hogy még ma is ez a gondolat azért sokszor elém jön, hogy nem szabad lemondani róla. Tehát, hogy igenis, amit Wesley mondott, amit Wesley hitt a keresztény tökéletességgel kapcsolatban, azt higgyük el is, és ne mondjunk le arról, hogy ez lehetetlen. De hát mi emberek sokszor azt tapasztaljuk, hogy lemondunk róla, mert a hétköznapokban azt tapasztaljuk, hogy ez képtelenség. Nem tudjuk bevenni azt a földet. Nem lehet teljesen a miénk az a föld, amit Isten nekünk megígért. És sokszor nincs is már lelki erőnk arra, hogy ezt végigvigyünk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Isten népe belép a megígért helyre, két nagy csodát él át. Az egyik az, amikor ugye a papok belépnek a Jordánba, a megáradt folyóba, és az ige azt mondja, hogy megállt a folyó. Tehát, hogy hittel belelépni abba a folyóba, ami hát normális gondolkodás szerint úgy el fog bennünket vinni, mint a húzat, ugye, ahogy szokták mondani, hogy ez lehetetlen. És emlékszem arra, hogy amikor a legutolsó tiszai árvíznél, amikor elvitte a fél bereget a Tisza, én egy fél órával a gát átszakadása előtt mentem át a hídon, éppen arra jártam, és hát megdöbbentő volt látni a Tiszát, ahogy egészen feljött a gátaknak a szélére, a Tisza hídon, ahol Tivadarban átmentem, már a teherautók álltak megpakolva, hogy ne vigye el a víz is, és amikor lenéztem, hogy az
hogy az milyen erővel sodródott az a víz, láttam, hogy úgy megdöbbentem akkor. Ugye aztán én átmentem Fehérgyarmat irányába, de már visszafelé nem tudtam arra jönni, mert közben ugye a Tisza átszakította a gátat, és hát aztán elvitte a fél bereget, legalábbis azon részét, amely alacsonyabban feküdt. És valahogy akkor döbbentem rá azt, hogy micsoda ereje van ennek a folyónak. És én megijedtem akkor ettől a folyótól, amit egyébként megszeretek. És hát ez jutott eszembe, amikor arra gondoltam, hogy ugye a Izrael népe, akik beleálltak ott, és a papok, akik vitték a Frigyládát, és megálltak, és Isten megállította, és száraz lábbal átmentek, hogy mert Isten megígérte. És csak ennyi, erre figyeltek, hogy Isten megígérte, hogy átmennek. És aztán megy a másik történet, vagy jön a következő történet, ugye a Jerikó falainak a leomlása, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy hát sétáljanak körbe-körbe a falak körül, és a végén fújják meg azt a kürtöt. Hát én nem tudom, hogyha nekem valaki ezt mondaná, hogy így fog majd leomlani a fal, akkor mit gondolnék róla? De talán mi is, hogy hát ez nem normális gondolat. Tehát, hogy ettől le fog majd a fal omlani, tehát ez teljesen elrugaszkodása a valóságtól. És hát Isten népe ezt csinálta. Akkor higgyünk Istennek, és látjuk azt, hogy ők is biztos csodálkoztak ezen, engedelmeskedtek Istennek, és a megtörtént. És azért érdekes ez számomra, mert utána viszont már nem élték át ugyanezeket a csodákat, mert valahogy elfáradtak. És azt látjuk ugye a történetben, ebben a történetben is, hogy Izrael népe, ugye ahogy Gedeon is tele volt félelemmel, ahogy megszólítja az Úr küldöttjét, hogy hol vannak az Isten csoda dolgai, és amikor azt látják, hogy itt óriások laknak, ezeket az óriásokat lehetetlen legyőzni. Fiatal koromban én olvasgattam a Hénók könyvét, ugye, ahol, ami ugye ez a, ugye nem került be ez a könyv a kánonba, és valamikor a 80-as évek végén, vagy végén kiadták, azt hiszem Hamvas Bélának a fordításával ezt a könyvet, és nekem mindig az jutott eszembe, hogy volt benne egy hiba, valószínűleg nyomtatási hiba, az óriásokról helyett az órásokat írtak, kimaradt egy betű, de én mindig úgy gondoltam el, hogy az óriások azok tényleg olyan nagy emberek voltak. Hogy az óriások azok, akik, mint mondjuk, akivel meg kellett mondjuk Dávidnak küzdenie. Ugye voltak hatalmas emberek, és én emlékszem, hogy egyszer Magdi néni beszélt, ugye Iványi Tiborné, Magdi néni arról, hogy kik is voltak ezek az óriások. És nem arról beszélt, hogy itt voltak 2-3 méteres emberek, hanem hogy voltak olyan emberek, akik mások szemében óriásiak voltak. És hát ugye ma is vannak óriások. Nagyon sok óriás van körülöttünk, akitől rettegünk. Nem azért óriások, mert 2-3 méteresek, lehet, hogy csak 150 centiméteresek, de mégis rettegünk tőlük, rettegünk a közelükben, valahogy az ő jelenlétükben, mert van hatalmuk, valamilyen hatalmuk. Középiskolás koromban volt egy tanárom, aki azt a tantárgyat tanította, amitől mindenki félt, ez szilárdságtan volt, és nem volt egy hatalmas ember. De amikor az az óra kezdődött, akkor hát az egész osztály
olyan csendben várta a tanárt, hogy meg se mertünk szólalni. Nem volt hatalmas, de a félelmünk az nagyon hatalmas volt egyrészt, mert olyan tantárgyat tanított, ami nehéz volt egyrészt, másrészt meg maga a jelleme is olyan volt. Tehát, hogy maga a megjelenése olyan volt, hogy valahogy ez a félelem járta át az ember, csak hogyha ránk nézett. És valahogy ezt olvasom ki az igében is, hogy nem tudták elfoglalni ezt a földet, mert hát óriások laktak ezen a földön. Mindig vannak óriások, akikről úgy gondoljuk, hogy ők azok, akik a mi győzelmünknek a kerékkötői. Nem ismerünk velük szembenézni, nem ismerünk velük szembe szállni, mert jobb az, hogyha őket inkább hagyjuk. És hát lehet, hogy a médialiták is ilyen óriások voltak abban a tekintetben, hogy mindenki félt tőlük. Vagy talán lehetett egy erős vezetőjük, és úgy gondoltuk, hogy ez, vagy úgy gondolták, hogy ez lehetetlen, hogy őket legyőzzük. El ne feledkezz semmi jó tétevényéről. Miről is szól az, amikor azt mondja, hogy el ne feledkezz semmi jó téteményéről? Lehet ezt nosztalgikusan figyelni. És hajlamosak vagyunk hívő emberek arra, hogy nosztalgiázzunk. Milyen jó volt régen. Mennyire más volt a világ. Mennyivel másabb voltak, még a hívő emberek is. Ugye Nyíregyházán, ahol egy tirpák gyülekezet volt valamikor, és én ennek már csak mondhatjuk, hogy a végét élhettem meg, testvérek, akikre tényleg felnéztem. Nagyon fiatal voltam, amikor ugye oda kerültem Nyíregyházára, mint egyházi alkalmazott, és emlékszem arról, hogy egyszer az Iványi Tibor bácsi a kettőnket, akik ott voltunk, akkor ilyen segédek, mondhatjuk, elküldött egy bácsihoz, akkor már 90 éven fölül volt egy bácsi, aki a tanyán lakott, és azt mondta nekünk, hogy menjünk és hát lelki gondozzuk meg ezt a bácsit. Én nem ismertem őt, mert nem találkoztam még addig vele, és hát megtaláltuk őt, bementünk az ő kis kertjébe, és épp ha jól emlékszem, morzsolta a tengerit 90 évesen, Hog bácsinak hívták, és akkor úgy gondoltam, na, még beszélgettünk is az úton, hogy akkor hogy is fog menni ez a lelki gondozás, és hát a végén az történt, hogy ültünk ott két kis széken is, és a Hog bácsi csak mesélt. Mesélt, mesélt, és mi meg csak hallgattunk tátott szájjal, és annyi mindent elmondott, sokszor ugye bele szőve az igét, és arra gondoltunk, hogy hát, mikor eljöttünk, hogy hát ez jó sikerült ez a lelki gondozás, mert végig csak hallgattunk, és hát igen, és ilyenkor arra gondolok, hogy persze, ne feledkezz el, mennyi jót tett veled. Milyen jó visszagondolni, és hát egy kicsit ilyen nosztalgiázni. Mindannyian szeretünk, bezzeg a mi időnkben, ugye? Ezt mindannyian jól ismerjük. De amikor Isten igéje azt mondja, hogy el ne feledkezz semmi jó téteményéről, akkor nem a nosztalgiázást akarja elénk hozni, hanem az, hogy Isten hogyan munkálkodott régen. És ne feledkezzünk el arról, hogy ő nem változott. Tehát amikor visszatekintünk a múltra, akkor mindig a jövőre kell gondolnunk arra, hogy Isten nekünk is ugyanezt ígérte meg. Hogy Isten ma is ugyanaz. Hogy azoknak az embereknek az életében, akik valamikor átélték az Isten szabadítását, akiknek a sétálására és kürtfújására leomlottak a falak, azok az emberek ugyanúgy terve voltak kétségekkel, mint mi,
de mertek engedni az Isten szavának. És hogy az ő példájuk azok arra jók, hogy én is elinduljak azon az úton. De ami ez nagyon fontos, hogy ezt mi megtapasztaljuk, ez pedig az, hogy egyértelműen bízunk Isten szeretetében. Józsi, amikor letette az ő hivatalát, akkor azt mondja az ő népének, hogy választotok még ma Istent. Vagy Istennek szolgáltok, vagy a hamis isteneknek, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálok. Tehát, hogy az, hogy én egyértelműen tudjak bízni Isten hűségében, csak akkor fog megvalósulni az életünkben az isteni csoda, hogyha mi merünk bízni Istenben, ha merünk bízni az ő győzelmében, nem magunkban, hanem abban, hogy Isten ígéretet ad. És ehhez én azt gondolom, hogy kell egyfajta önfegyelem. Hogy a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem. Ehhez kell egyfajta lemondás, elsősorban a magunk elgondolásairól, és kell egyfajta odaszállás arra, hogy amit Isten mond nekem, én azt minden körülmények között teljesítsem. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára, az el fog bukni, és elbukik, és nem fogja megtapasztalni azt a csodát, amit Isten elkészített. Tehát ne feledkezz el semmi jó téteményéről. És nézzük csak meg ezt a történetet, ami előttünk állhat, hogy az ige azt mondja, hogy és amikor igen megnyomorodott Izrael a médianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak. Van egy kedves Zsoltárom, a 107. Zsoltár, és azért kedves nekem, és többször el szoktam olvasni magamban, mert ugye különböző helyzeteket ír le, hogy milyen nehézségeket élt át az Isten népe, és mindig azzal fejeződik be egy-egy ilyen része, újra visszatérő gondolata ennek a Zsoltárnak, hogy amikor valami nehézségbe kerültek, de az Úrhoz kiáltottak. Szorultságukban, sanyarúságukból megmentette őket. És azt mondja utána, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Hát, hogy újra és újra visszajön, bármilyen helyzetbe kerül, és akkor az Úrhoz kiáltottak. És Izrael népe is eljutott oda, hogy igenis az Úrhoz kiáltottak, és az ige azt mondja, hogy küldött szabadítót. És hát átéltek tényleg csodát az Isten jelenlétében, hogy milyen jó dolog arra gondolni, hogy ha bízunk Istenben, ha azokból a régi történetekből, vagy azokból a régi emberi megtapasztalásokból, nem azt nézzük, hogy ó, milyen jó lenne, ha a mi életünkben is így lenne. Nem csak egy ilyen nosztalgikus gondolat lenne bennünk, hogy ó, milyen jó volt Gedeonnak, aki ezt átélte. Ó, milyen jó volt Dávidnak, aki legyőzte azt a hatalmas embert. Ó, milyen jó volt Pál apostolnak, hát, hogy ha én olyan lennék. Mert mindig ez van egy ilyen nosztalgikus dolog, hanem abban követnénk, hogy ők igenis kitartottak az Úr mellett, hogy ők mertek bízni benne a legnehezebb helyzetekben is, és mertek az Úrhoz kiáltani. És azok tapasztalták meg azt, hogy Isten megsegítette őket. Hogy igenis van lehetőség arra, hogy győzelmes életet éljünk, de ehhez igen kell az odaszánás, kell a bizalom, kell az, hogy
teljes szívünkkel az Úr felé forduljunk. És lehet, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy hát ez lehetetlen. De én ma is sokszor, és visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy hát van egy keresztény tökéletesség? Van? Hát azt mondhatjuk, hogy nincs. De én hiszek benne. Én hiszek abban, hogy igen, kell lenni ennek. Kell lenni ennek. És hogyha feladom azt, hogy igenis lehet keresztény tökéletesség a saját életemben, ha ezt feladom, akkor sose lesz. Akkor nem fogom megtapasztalni. Lehet, hogy én is arra jutok el, amit ma már sokszor látok, hogy nem mondom, hogy elértem volna, nem mondom, hogy tökéletes volnék, de Pál is azt mondja, hogy de egyet cselekszem, hogy ami előttem van, annak neki dőlvén, ami mögöttem van, azt elfelejtve, de célegyenest igyekszem arra, amire Isten engem elhívott. És hát ugyanezt látjuk ugye a Bírák könyvében is, hogy azért nem tudtak győzedelmeskedni, mert talán nem hitték el, hogy ez lehetséges. És amikor elhitték, hogy Isten győzelmet tud nekik adni, akkor azt tapasztalták meg, hogy 300 emberrel győzedelmeskedtek, ami nonsens. Tehát ha egy katonai stratégia azon kell gondolkodni, hogy hogyan is győzhettek ezek az emberek, valószínű, hogy azt mondja, hogy hát ha a katonai stratégia szerint nézzük, akkor ez lehetetlen, és tényleg az. De mertek bízni Isten hűségében, és Isten erre bíztat bennünket, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményéről. Nem azért, hogy visszafele tekintve tényleg egy ilyen rózsaszín köd legyen előttünk, hogy régen minden jobb volt, hanem azért, hogy lássuk meg, hogy azt, amit elődeink átéltek, amit elődeink megtapasztaltak hitben, azt mi is megtapasztaljuk. És milyen jó lenne, csak így utólag gondoltam arra, hogy milyen jó lenne, hogyha egyszer majd, ha megérem a 80, nem tudom hány évet, vagy 90 évet, akkor jönnének hozzám is olyan fiatalok, akik azért jönnek, hogy engem meg lelki gondozzanak, és lehet, hogy ott ülnék én is, ha egyszer eljutok oda, hogy idős koromban majd kukoricát fogok morzsolni valahol, és hogy csak mesélhetnék nekik abban, hogy Isten milyen dolgokat cselekedett az életemben, és ők pedig úgy indulnának el, mint én is 30, nem tudom, egy-néhány évvel ezelőtt, hogy hát ez egy csodálatos lelkigondozói beszélgetés volt. Ugyan a lelkigondozó nem én voltam, hanem az a idős bácsi, de hogy ebből annyi jót tapasztaltam meg. Igen, Isten így akar bennünket is vezetni, és hát ez a történet is arról szól, hogy igen, lehetséges ez a győzelmes élet. Nem mondhatjuk, hogy elértük volna, nem mindent tudunk megtapasztalni, de Isten ilyen csodákat ad az ember életében is, és ezt továbbadhatjuk. Ahogy továbbadták a Gedeon történetét, és azokat a történeteket is, amit keresztül Isten bennünket arra bátorít, hogy merjünk benne bízni. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. Hát Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Amen. Mi szokott még ilyenkor lenni? Szabad imádkozni. Szabad. Szóval, hogy imádkozunk, aki akar, imádkozik, de lehet az is, hogy valakit megkérsz és zárja, és utána hát akkor fakadunk még. Valaki. Gáborkám, imádkozol? Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy azért vannak az ígéreteid, és azért aktívak, mert békességed van felőlünk, akkor is, hogyha minket nem ritkán
békétlenség és értetlenség, harag, dű, keserűség és riadás vagy riadság övez, félelem önmagunktól, félelem a másiktól, félelem a körülményektől. Mégis szeretnék hálát adni azért, hogy neked békességed van felőlünk, és ha hívásodra elindulunk látva a célt, akkor békességed van afelől is, hogy jó úton járunk, és nem céltalanul lődörgünk. Hálát adunk azért, hogy ígéreteid nem porladnak el, és ígéreteid itt vannak aktívan körülöttünk. Áld meg minket azzal a békességeddel, ami bármilyen csöpnyinek is tűnik, de sokkal több, mint amennyiért mi itt meg tudunk küzdeni saját magunk erejéből. A te békességedre van szükségünk. Amen. Amen. Akkor a 109-es éneket énekeljük. Nem. Ott a 109-es. Ott a 109-es. Igen, pont azt. Nekem az Úrban nyugodva pihen, bár távol a víz fenyeget, én boldogan egyre csak énekelem, Uram, én szíveden pihenek, szíveden pihenek. Uram, én szíveden pihenek, ha üldöz a sátán, mi ezt mi akar. Biztatva az Úr szavakért, fentvére tudom, befedezve takar, menedék, menedék, ez a vér. Szíveden pihenek, Uram, én szíveden pihenek. Az Úr maga hordta az én bűnömet, s a lelkem azóta szabad. Kereszten a vérével érte fizet, úgy dicsérem ezért az Urat. Szíveden pihenek, Uram, én szíveden pihenek. Most érte meg ő vele élve csupán, az úton igéje vezet, szent műke a részem a bánat után. Uram, én szíveden pihenek, szíveden pihenek, Uram, én szíveden.
már láttam, hogy mikor számolja a perccel valaki. Na hát Isten velünk viszontlátásra. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. És nem mindegy az élő, ki a tolmácsolja az Isten üzenetet, igen. És honnan jön a lehetőséget. Hát azért, igen.